Na most hányan fognak engem szeretni? Ez véget tudott róla, véget? Na nem baj, nézzük a Starship Troopert. Mai napi kezdésnek. Elvileg minden jól megy. Hello József! Hello Niki! Nem számítok sok nézőre, de ezzel kezdem ma. Az első bemutató pályát megcsináltam a játékba, hogy még véletlenül se kelljen azt nézni, hogy itt az emberek között mászkálni kell, beszélgetni, meg ilyesmi. Szóval Zoli, jobbulást! Hello Clash Mind! Hello Max Gaming! Jobbulást, aki beteg. Á, se hiszed, József, a játékot feltelepítettem és nem adott képet, hallod? Annyira nem támogatja már a mostani kártyákat a játék, nem volt még kép se. De hangos volt az a zene! Bejátszás! Most majd megsiketültem. Lejjebb vettem nátok minisztőt DB-re még plusz a live-ba. Meg még levettem a hangerőt egyre, azt hiszem a játékba, ha úgy maradt. Úgyhogy elvileg nem lehet hangos. Á, 64 bites rendszeren el sem akart. Először el sem indult, kilépett. Utána nem engedte állítani a beállításokat, de én a settings file-ba külön a játékon kívül beállítottam a full HD-t a játékba. Hello Baluka. És sikerült megoldani, hogy legyen kép is. Tényleg Max Gaming, köszönöm. Egyébként esküszöm, ebben a játékban már van 60 FPS. 2005-ös játékban úgy látszik már volt 60 FPS. A régebbi játékokban, a retrokban 30 FPS korlát volt mindenhol. Érdekes. Látjátok, hogy megvan a 60 FPS a játékban. A 30 FPS-nél nem így mozog az egér. Két fegyverünk van az elején. Az egyik fegyverük az egy ilyen burstös, ilyen túlterhelős fegyver, röklőszer van benne. Addig, amíg túl nem forrósodik, a másikban meg külön lőszer van. Az MK2-esbe. Illetve robbanó lőszer. Szóval Spitty Gaming. Hello Black. Elég régi játék, de én nagyon szerettem, és sokáig úgy voltam vele, hogy próbáltam vele játszani, ezt az embert elkapták. A másikat is. Sokáig próbáltam vele játszani, de nem indult el Windows 10 már a játék. Most Windows 7 van fent, és meg tudtam oldani, hogy menjen a játék, úgyhogy most van alkalmam átvinni végigjátszásba akár. Két jó videós, a Balázs világa, a másik MH vlog. Ha jól emlékszel, ezeket a kék... nem tudom minek nevezzem ezeket a kék cuccosokat, valamelyik nagyobb bogád lövi. A film az nagyon jó volt régen egyébként, a csillagközi inváziója, nagyon szerettem. Stay with that squad, Marauder. They've watched the plasma barrage long enough to see a way up the hill. Azt most nem tudom pontosan, két része volt azt hiszem a filmnek. Annó, de nagyon szerettem. Követlek, csak fussál már. A HP-nk az fönt van, meg a pajzsunk is, és a pajzs, hogyha nem lőnek éppen, akkor visszatöltődik, mert egy ilyen különös ruha van rajtunk. Ha jól emlékszem, így van a játékban. Viszont a HP-d az nem töltődik vissza, hogyha leveszik a pajzsodat, onnantól már az életet szívják. Egyébként az a durva játékban, hogy követnöd kell itt az elején a palit, de egyetlen egyet nem lőttek ide, tehát simán előre mehettél volna szerintem. Nem baj. Szaszvorgöl. Star Wars. A retroként már letöltöttem a Star Wars Jedi Academy. Jedi Academy-t, majd... Olyan az ember az elrepült, vagy mi? Te valaki felrobbant volna.
Majd azt is át akarom vinni. Azt hiszem, az 2003-as, 2004-es. Elég régi már az is. Hello, Milan. Mandalorian. Get to the summit. Troopers there are massing for an assault to clear the compound on the other side. Make it happen, Marauder. Jó, el kell jutni a másik csapathoz. A medic meg itt akarja újraéleszteni a palit. A régi DOS rendszerre nem tudom, biztos emlékszel rá, Dave. DOS rendszerre? CMD parancsolra gondolsz? Ahol parancsokkal lehetett elindítani mondjuk a Mario-t, meg ilyesmi. A DOS rendszerben ott ilyen parancsokkal lehetett csak irányítani. Én úgy emlékszem. Ezt a meccét lőni? Berobbantják a falat. Hát lehet csinálni DOS rendszert, van olyan alkalmazás, amivel lehet kimondottan virtuális rendszert egy adott rendszerre még felrakni. Hello, Tiglis! Ja, hát a régi DOS rendszer nekünk mikor volt a 486-os gépünk még annó. Pentium 1-es előtti gépekről beszélünk. Ájha! Ja, kell a másik fegyver, azt hiszem. Egyébként remélem nem hangosak az effektek. Teljesen le van véve 1-esre. Úgyhogy sorry, hogyha még így is hangos. Minusz 5-re beállítottam még nektek a DB-t is a hangba. Remélem hangosabb az én hangom, mint a játékban a lövés meg egyéb. Ebben a játékban nagyon bírtam régen azt, hogy tényleg tömérdek szörnyen. Meg amikor védeni kell a falat, hogy ne tudjanak bejönni. És özöllenek százasával körülbelül. Az valami kegyetlen volt annó. Nem hangos? 486? Hát ja, nem hiszem, hogy sokan ismerik a 486-os gépet, hogy mi is az. Menjetek már innen. Nem tudom egyébként. Nálunk én emlékszem rá, amikor 486-os gépünk volt annó, akkor még ilyen... Megpróbálkom úgy hangosabban beszélni, hát ha kevésbé hallottok most így a játék mellett. Nálam legalábbis eléggé hangos. Ott még nekünk ilyen kamera. Hú, nem is tudom minek nevezik azt. A monitorunk ilyen kameraszerű volt, hogy négy felé volt osztva a kép. Nem tudom, hogy ezt minek nevezték. Így középen így négy felé így el volt választva, és négy kép volt bakker a legelső monitoron. Meg volt olyan gépünk, ami egybe volt még a nagy CRT monitor a géppel együtt. Az nem semmi. A régi időszak. Elfogyhatnának amúgy. Rájuk lövöm itt a gránátot a fegyverből. Kicsit gyorsabban tudjuk haladni. Az a durva, hogy nincs is robbanása. Azért nem értem. Na most végre láttam robbanni. Már az első pályán özönlenek egyébként, az a durva. Elég kegyetlen. Túl melegszik a fegyverünk. Még itt nincsenek páncélos bogarak, itt még könnyű. Későbbiekben, amikor már jönnek a páncélosok és egy bizonyos testrészét kell lőned, az már rosszabb. Egyébként ilyen. 2006-os vagyok és így is Super Nintendo nőttem fel. Na, Milán, az nem semmi egyébként. Super Nintendo az van PC-re emulátor, SNES-nek nevezik. Na, az is jó egyébként. Régen játszottam Super Nintendo-n ilyen... várjunk csak. Volt régen az a mese, hogy nyekka macska, nem tudom ismeritek-e. Azzal játszottam még rajta, aztán volt SNES-re még Scooby-Doo játék, amivel játszottam. Amire ugye emlékszem. Menjetek már innen. Hát lehet, hogy ezek örökre jönnek. Amíg oda nem érek.
Nem, úgy látszik elfogynak azért. Csak sokan vannak. Secure the compound. Akkor meg is kellett törni az összeset, mert biztosítani kellett a terepet. Ja, Mortal Kombat. Szavaz Diamond King. Jobban lehet, hogy van ekkor jön. Super Mario World. Jaj, tényleg a Super Mario-k de jók voltak. Amikor meg kellett menteni még a Dino-t. Hú, várjuk, mi is a neve a Dino-nak, most nem jut eszembe. Nyisd az ajtót. Meg kell szerezni az előcellákat a bunkerból. GTA-zni szeretné, és én elkezdtem csinálni egy crew-t, vagyis egy csoportot. Jó van, Crash. Egyelőre nincsen videókártyám, amivel tudnál GTA-öltözni. Live-ban legalábbis. Meg ahhoz a prociót is kell cserélnem, mert amikor megvolt a 8 gigás videókártyám, akkor sem tudta. Ezek mik ezek a lárvák? Ami lárvák vannak itt. Itt van valami. Lőszer. Tele van ilyen lárvákkal. Hogyan tudok bejutni oda az utolsó? Miért tudunk ugolni C-vel? Jaj! Bakker! Visszavonulás! Szerencsétlen gránát, láttátok ezt? Hát az nem tudom, hogy kieszedi onnan a hajzékat. A robbanó hordókat. Hát, ahogy látszik, igen. A szerencsétlen mindenit. Utána az AMD vége. Hát igen, ez a baj az AMD-kkel sajnos. Nem égek? Jaj, de égek! Mondjuk a shieldem az visszatöltődik, az armor. Tehát... You've got the power cells. Now get back to the engineer and cover him while he gets the fences online. Jó, mehetünk ki. Megszereztük az erőcellákat. Ennek az embernek annyi, ezt bedarálták. Follow his lead and keep the bugs off his back. If he fails to get the fences online, this mission will head south in a big way. Get after him. Ennyi bugár van már, bakker, az első pályán. Jó, mondjuk ezek még gyengék szerencsére. Biztosítanom kell a Meha Troopert. Meg kell védeni. Még visszaállítja a power-t, az energiát. Gondolom ilyen energiapajzsot állít fel a bogarak ellen. Meg kell javítani a tornyokat. Szavaz Danger. Hát ha megnézed a régebbi csillagközi invázió filmet, akkor tudni fogod, hogy mi az a szörny lényegében. Hogyha mik ezek a szörnyek. Nem tudom, hogy elég szedte a filmet, így nagyjából rajongok érte. Régi klasszikus volt, csillagközi invázió. Megjavítottad már, vagy mi van veled? Mit csinál ez a fali? Már rég meg kellett volna javítani, azt szerintem. Kegyetlenség. Túlmelegedett a fegyver. Az érzés, mikor annál egy DVD-t egy óra alatt... Ja. Hát nagyon jó volt, amikor egy DVD egy óra volt az írás. Csak a kiírás, szimplán. Meg amikor egy DVD-s játékot telepítettél két órán keresztül.
Milyen jó érzés volt. Te ez nem bugod? Ja, hogy be kell raknom a energiacellát. Elég sokan vannak egyébként ahhoz képest, hogy nem mondjak. Hát most a mehát kell védeni. Nehozhatjuk engineernek is végül is. Én már nem. Állod, megfordulsz és már ott van előtted. Jó, két torony már biztosítva, most már két irányból nem tudnak bejönni majd a bogarak. Hova lett a pali? Kegyetlen ez egyébként, már az első pályán szerintem megöltünk több száz ilyen bugarat. És az még csak az első mapa gyakorló pálya után. Kegyetlenség. Megmondom őszintén. Hát József, ezek a régi játékok mi? Mission accomplished. We have our foothold on the planet. Now we can bring down the boots. Stamp hard. Sikerült. Here's your ride. You don't have time to stand around basking in the glow of victory. The meter's always running, soldier. Hey, Big M. Busy morning ahead. We'll skip breakfast and coffee and get straight to it. Climb aboard. Azt hiszem a második pálya teljesítve. Azt hiszem még mindig vannak képi hibák a játékban. Ilyen támogatottsága, hogy én néztem. Nem tudom, jó ez a vibrálás, de szerintem ez megint csak valami képi hiba. Támogatottság hiány. Megkaptuk azt Killed Marauder rankot. Uha. Normál nehézségen. Kegyetlenség. Outpost 29 is in Badland country. Hard to get. Biztosítsd a környéket, ásd vissza az energiát. Meg meg kell ide az outpostot. Jó, de hangosak ezek a videóbejátszások. Erre emlékszek erre a részre a filmből. Time to go to work, Marauder. Get up on the wall and defend the outpost. Ez az, amikor eljutottak egy menedékhelyre, és meg akarták magukat védeni. És jön az az óriás bogár, ami betöri a falat konkrétan. Nem nagyon tudták megvédeni a helyet. Főleg, hogy özönlenek a bogarak ezrével szerintem. Hát csak IT, hogy védjed az outpostot. Nem tudom ezt használni. Jó lenne a törletet használni. Nem kéne fegyverrel lövöldözni. Lehet megnézem majd a csillagközi inváziót valamelyik nap. Most ugye elkezdtem játszani. Érdekel a filmnek, mind a két része. Marauder, fleet won't chance a rescue while the nav beacon is offline. The last ship to try crashed on approach. It's not all bad news though. The ship's inventory lists a power cell in the cargo. Looks like they had some automated mine layers on board too. They'll help buy you some time until I find a pilot with the right amount of crazy to fly in there. Find the crash site. And retrieve the power cell and mine layers. Megint ilyen lárvák vannak. Ezt a palit feldaráltak. Ezt meg átszúrták.
Ez már az erősebb fajta bugár. Már innen. Még a sárgák már erősebbek, páncélozottak. Ha nem írjak a csetre, akkor ezért van, mert tanulok. Jó, van neka. Ha minden jól megy, februárban beleugrok a targoncás jogsiba, akkor jelent el. Na, ez jó. Azzal jó sokat lehet keresni egyébként. Elvitte a palit. Jobban teszem, ha legránátozom őket a fegyverre. Gyorsabban halnak ezek a páncélozottak, már eléggé erősek. Simákhoz képest. El sem hiszem, hogy ez a játék elmegy. Mármint nem azért mondom, hogy nem olyan nagy gépigénye lenne, csak a támogatottság terén nem szokott képet adni a játék. Win10-en meg átlag be se indul. Kikresse azonnal. Win764 bitel is kikresselt, de meg tudtam oldani, hogy jó legyen. Illetve képet se adta le először a játék. Egyáltalán. Annyira. Gáz volt vele. A támogatottság híján. Jönnek a repülőbogarak is. Your suit will identify the location of the power cell and mine layers. You need to get back to the outpost and position the mine layers before the bugs launch their next attack. And the power cell will need installing if the nav systems are to be brought back online. Ah, hát vissza kell mennünk az outposthoz. Mielőtt még a következő hullám jönne. A bogár támadásból. Egyre szeretem a bogarokat. Vagy amikor így beakadsz valamibe. Nem is tudom merre menjek, de az armoromat mindjárt leütik. Konkrétan. Leütötték az egész armoromat. Lenne a HP-ot nem ütnék le. Jó, visszatöltött az armorunk, úgyhogy megúsztuk. Megpróbálok minél gyorsabban haladni inkább. Nincs amúgy az összeset lelőni. Csak az a baj, szembe is jönnek. Elfogy előszönünk így. Jaj, nem látok. Olyan gyors az egér. Ah, a falat néztem itt. Megtámogat minket a nagyobbik. Okay, position the next layer. Don't worry about setting them off. Smart minds recognize your suit signature as friendly. Jó, felállítottuk a védelmet. Következő támadás ellen. Honnan töltött a BS-t? A Brawl Stars-ra gondolsz? Ennek a repülőbogarak is.
You need to shoot down those hoppers. Go up to the spare tower gun and blow them out of the sky. The nav beacon is exposed on the hill behind the base. It's your ticket out of there, so you better protect it. Vagy hát nem autótúrját, hanem valami. De minek mondják ezt? Leállás? Nem tudom, miért nevezik. Magyarba. Good work. You saved the navigation beacon. Ennyi? Én ott tudom használni. Úgy az ellenek, mint a nem tudom mi. Azt a rohadt öget. Az az nem semmi, hogy mennyien jönnek. Az... Ezt bírtam mindig is a játékból, hogy így... Ó, túl melegszik ez is. A fengó. Kegyetlen. A Blue Stars? Hát, vagy Blue Stacks, vagy MSI a player, vagy Memo Play, vagy bármi egyéb. Túl melegszik. Özöllenek. Ha jól emlékszem, a játékban úgy van, hogy itt még meg tudjuk menteni, ahogy a filmben is, hogy a kisebbek ellen még meg tudjuk védeni itt az útpó... Opa! The men on the front wall are going to pieces. You've got to rally them. Meg kell állnunk ide, hogy ne tudjanak feljönni. Hát még jönnek bőven. Defend the front wall. Meg az a jó, hogy ez a fegyver örök lőszeres, tehát csak túl melegszik. Tisztán olyan, mintha egy ilyen alien shooter TD-vel, vagy nem is tudom, mivel játszanak. Most éppen. Mi már bejöttek. Kegyetlen. Az a játék ilyen. Sokszor, hogy tényleg többszázasával jönnek a szörnyék. I hate to admit it, but the outpost's a lost cause. I'm sending in bombers to give you a little breathing space before your retrieval boat arrives. Outpost 2-9-er. Hát Clash Bane attól függ, hogy milyen a géped, de egyébként Blue Stacks, vagy Memo Play, vagy MSI a player. Nox, KO player, vagy nem is tudom, van-e még hirtelen másik emulátor, amit szoktam használni, Game Loop esetleg. Ilyeneket tudsz használni. Jó, ez a fele megvan védve szerintem. Hoppá, őt kell segítben, ha már. Link established. Stay near the unit until the data transfer is complete. Mit kell maradnom, amíg nincsen készen? Koordinátákat kell megadni. Gondolom, segítséget hívunk éppen. Data received. Clear the hoppers from the approach and we'll begin our run. Get on the gun tower and shoot down those hopper bugs. This is Eagle Flight. We're taking fire out here. I can give you 2 minutes to clear out those hoppers. Any longer and I have to abort. Ah, 2 percig még tartanunk kell a frontot. Jó. Főtett, hogy vírusos. Nem vírusos. Ez a gyári oldalról letöltött, nem lehet vírusos. Whoa.
le kell lőnünk a repülő szörnyeket, ha jól hallottam, hogy le tudjanak szállni itt. This is Eagle Flight on approach. Cover your ears and enjoy the fireworks, boys. Igen, meg kell tisztítani a levegőt. Le tudjanak szállni. Azt hittem 2 percig kell várni, hogy jöjjenek. Jönnek megmenteni a seggünket. Megjött a nagyobb bugár. Eliminate the tanker, or the pilot can't land. She's crazy, but not that crazy. Meg kell lőni a tankerbagot. Vagy tankerbagot. The body is heavily armored. Aim for its head. Azt mondja, célozzuk a fejét. Hát erősen védett a teste. Hát én lövöm. Tehát ennek nem bizony, hogy valami baja van, de... Lehet, hogy le kéne mennem fegyverrel lőni. Kegyetlenség. Beleakadok valamibe. Megtámogatom néhány gránáttal, hát ha. Mindenesetre, na úgy tűnik, hogy ezzel a fegyverrel többre mennék, HP-t még nem jelzi, úgyhogy... Nem tudok felmenni? Jaj, jó Isten. Nem tudok felmenni. Ideig fel tudtam menni. Oha. Akkor még a végén telekfegyverre kell megölni. Valami HP indikátor azért jó lett volna a játékban, hogy így... Láss, hogy mennyi HP-je van. Szörnyeknek, hogy valami. Én vagyok az egyetlen túlélő? Hát vannak még ott fent, csak azt látom, hogy ők ilyenkor miért nem lőnek. Kaptunk új objektívot. Biztosítani kell a landolás landing area-t. Na, úgy látszik, meghalt a bugár. Good work, Marauder. Jó, se elrepülünk innen. It's time to come home. Hát csak meghalt a tenkör. Csak miért elfelejtettél már ezt. Ja, akkor is van. Van ott még tenkörbag. Még egy. Filmbejátszás. Ó, renegéd rankunk lett. Ojoj. Vagy renegéd, nem tudom, hogy hogy mondják.
Új ellenfél plazma. Plasma bugs on the ground have been attacking the fleet and have already taken out some cruisers. Our bombers have knocked out most of their heavy artillery positions. We need to establish a secure drop site, Marauder. First up, you have a handful of landing beacons and a bunch of angry bugs. Get the landing beacons in place and don't let anything get in your way. Landing beacon. Hát nem tudom pontosan mi lehet. Őküzetés, hogy meg kell ölni majd a plazma bogarat. Ha egyszer eljutunk odáig. A mapon. Two beacons to go. You got to work fast. Egyébként ezt a játékot én még annó talán... nem is tudom. Nem hinném, hogy ez az első Pentium 3-as gépemen vittem át. De szerintem akkor még Windows XP volt, vagy Millennium, amikor én ezzel a játékkal játszottam. A gépemen, amikor úgy játszottam. Nem, hogy Windows 10 vagy Win 7, meg 64 bit. Vagy talán az első Pentium 4-es. Gépünk volt már? Én nem tudom. Hány is lehet. Egy pókra és én nem félek a pókoktól, hanem csak simán agresszívózok körük. Hát, attól függ milyen pókra van szó mondjuk. Én láttam már undorító pókot, ami tényleg elég nagy darab volt. Normál pókra... helyesen. Utálom a pókokat. Ugye bennyi. Ki kell írtanunk az összes maradék bogarat. Biztosítani kell a landolási zónát. Majd már meg. Azt kapd el. Jó, még mindig van. Ja, már. Tok, sehol se. Clear below, coming down. Unfortunately, while you were securing our LZ, things got a whole lot worse. A high-ranking officer crashed. Nem tudom, hány pályás lehet az a játék amúgy. Már nagyon nem rémlik. General's name is Hauser, headman at PSYOPS. Command consider him a vital asset, so I need you to go get him. Two. Azt a minőt. Amúgy ez a játék már tényleg egy ilyen régiség. Erre már azt lehet mondani, pedig ahhoz képest, hogy 2005-ös nem olyan régi, de nem volt annyira felkapott, és... utólag nagyon olcsó hozzá lehetett jutni. Én mondjuk kivondott, hogy szerette ezt a játékot, attól függetlenül, hogy legtöbb esetben csak lőni kell, de... nem lett túl árazva. Később emlékszek rá, ilyen... 1000-2000 forintért meg lehetett venni a játékot. Tehát nem jött be sokaknak, vagy én nem tudom. Nem lett túl értékel. Meg talán nem volt annyira felkapott, vagy nem tudom, lehet, hogy 2005-ben még... abban az évben még jobban játszottak vele. Az ott micsoda? A falon vannak ilyen bugarak. How'd you get on this channel? That's not your concern, Commander. Just get me off this rock. Good of you to turn up. Ezután majd csapatok valami... nem tudom.
BS lájót, vagy folytatott, ami tegnap így nem volt. Aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Egy videót akarok felrakni a YouTube-ra is, amihez már vettem fel videóanyagokat, csak még nem készítettem el, mert egy kicsit olyan poénosabbra akarom megcsinálni. Némi videó összevágással, tehát hogy több videót rakok egybe, egy képbe. És még a videó nincs készen. Elképzelés van, de még úgy nem. Nem tökéletesítettem, hogy végleges legyen. Azért nem raktam még fel YouTube-ra. Íh, nagyon kevés HP-nk maradt. Úgyhát nem HP-k, hanem shieldünk. Elég jól levették az előbb. Meg kéne ölnünk a plazma bogarat, mielőtt el tudnánk menni. Itt van egy ilyen plazma bogár. Elvileg a hátsó felét kell lőni. Az a kérdés, hogy csak akkor sebzel rá, amikor lő, vagy bármikor tudsz rá sebezni. Mi láttam ilyenkor páncélozóan? Azért csak akkor lehet rá... Ó, van shotgununk. Jó tudni. Ideg nem volt. Jó van, Fannika. TF2-es rossz. Még a mai napig is. Ja. Mi ott az Overwatch? Ki jött azóta, nem nagyon játszanak. TF2-vel se. Eléggé elhanyagolták. Azt észrevettem én is. Én is játszottam TF-et, áll 20 órát. Ugye nem lesz jó. Meg kéne ölni a plazma bogarat, hogy el tudjuk vinni innen. Csak meg kell várnunk, míg lő. Tudjuk sebezni. Hoppá! Véletlenül shotgunnal lőttem rá. Ejha, lelőtte instant az egész shieldünket. Nem lesz ez így jó. HP-k sincsen még. Félig se. Ilyenkor persze lő. Plazma bogár, amikor nem tudom lőni a hátsóját. Halad, lecsúszol a... Az úgy szép, alig maradt HP-n is. Shieldünk van. HP-nk az nem nagyon. Plazma bogár egy lövéssel lelövi az egész shieldünket konkrétan. Na jó, nem, hallod? Egy normális helyzetben az egész pályát előre kell kezdeni. Nem mondod komolyan. Nem checkpointot kell kezdeni? Akkor kiégek rajta. Végig nézem a reklámot, hogy hamarabb legyen meg a videókártyát. Aj, milyen kedves!
Na, most kocsuk előre, hogy kezdve az egész pályát. First up, you have a handful of landing beacons and a bunch of angry bugs. De. Get the landing beacons in place and don't let anything get in your way. Nem leszünk jóba. Nem leszünk jóba. Jó játék ez? Hát, jónak jó, csak... A level támadás. Harmadik pályát tartok még csak. Nem, negyediken. Az Outpost 29-et megcsináltuk. Negyedik pályát csináljuk. Azt hiszem elég is lesz ennyi egyelőre. Szkacok. Nem csesz fel a játék úgy. Mert tényleg nem, de... Viszont egy valamit rühellek. Amikor nincs a játékban checkpoint és előre kell csinálnod mindent. Újból. Úgyhogy majd a következő végigjátszásos részben. Broken ez a bugár, hát az. Nem rézselek vagy. Nem azért. Csak egy valamit rühellek, amikor így nincs a checkpoint a játékban is. Egy így röpkelve, mit tudom én, pár perces dologért előre kell kezdened negyed órát, 20 percet. Na, azt viszont rühellem. Azt úgy nekem nem. Azt tűnik, hogy nem adom. Meg inkább megpróbálom legközelebb. Majd legfeljebb addigra nézek egy videót, hogy hogyan kell megölni ezt a bogarat könnyebben. Annyi tudok, hogy a hátsóját kell lőni. Csak hát közben jönnek a bogarak, a többi. És nem igen tudom lőni. Majd legfeljebb nézek róla valamit, és akkor legközelebb rögtön megcsináljuk. Ahogy vége a live-nak, megyek depistenét hallgatni. Ne hallgassál a pizzenét. Nincs rá okot szerintem. Na szóval, skacok, akkor... Találkozunk nem sokára a következő live-on. Köszönöm, hogy itt voltatok, akik minden live-on itt vannak. Nem tudom, mit kéne játszani. Nem tudom, elfortozzunk egy kicsit, hogy BS-t próbáljak innetán. Nem tudom. Valamit kéne. A World of Goat egyelőre nem akarom folytatni. Az elég volt. A tegnapi. Úgyhogy találkozunk nem sokára a következő live-on, vagy fortezok, vagy BS-ezzük egy kicsit, meglátjuk. Addig is sziasztok!